Mihály Opitz autista. Különösen jó érzéke van a programokban lévő kódolási hibák megtalálásához, és ezt a vele született képességét jól tudja kamatoztatni. Beszélgetni azonban nehezére esik, így pedig nehezebb boldogulni a munkavilágában. Amit nehéznek találok, az az interpersonális interakció, a kommunikáció, a small talk. Ezt kimerítőnek és fárasztónak találom. Egy kicsit boldogulok, de nehezebbnek találom, mint a nem autista emberek. Ebből kifolyólag minden olyan dolog érdekel, ahol nincs túl sok kapcsolat az emberekkel, mint például a számítógépes munkák, különösen a programozás esetében. Értékelő beszélgetés a vállalat munkaügyi kócsával. Általában elégedettnek tűntek velem, nem futnak el, ha közeledek hozzájuk. Őt és a vállalatnál dolgozó többi autistát egy coach segíti. Tanácsokat ad nekik, és segít az Auticon ügyfeleivel történő kommunikációban. Az utasításoknak világosaknak és egyértelműeknek kell lenniük, amelyekhez teljesítési határidő is tartozik. Ennek azonban távolinak kell lennie, hogy ne okozzon nyomást. Sok kollégánk nehezen birkózik meg ezzel. A rövid időn belüli változtatásokat lehetőleg kerülni kell. De mennyire elégedettek az ügyfelek például Frankfurtban? Szakmailag és emberileg is gazdagították a csapatot. Szuperül beilleszkedtek, és csak azt mondhatom, hogy eddig egyetlen ponton sem bántuk meg az Auticon munkatársainak támogatását. Közös ebéd az Auticonnál. A főnök az IT-iparban jellemző órabért fizet a szakembereknek, 70 és 150 euró között. A cég sikeres, jelenleg 465 autistát foglalkoztatnak informatikai tanácsadóként. Alapvetően azt kell mondanunk, hogy hozamot termelünk, de természetesen nem annyit, mint más tanácsadó cégek, mert a támogató szolgáltatások, így a coachok és projektmenedzserek miatt magasabbak a költségeink. Amikor elkezdtem itt dolgozni, az életem mélyponton volt. Pár évvel korábban munkanélküli voltam, depresszió miatt kezelés alatt álltam. És amikor itt kezdtem, határozottan több volt bennem az izgalom, a stressz, talán inkább pozitív értelemben. Úgy éreztem, hogy az életem ismét jó irányba fordul. Mihály Opitz közben már más kollégákat is mentorál. Úgy érzi, ez jót tesz az önbecsülésének és a további fejlődésének.